Köszöntöm a szubjektív nézőit. Pünkös ünnepére készülődünk ahhoz, hogy megértsük és méltóképpen meg is ünnepeljük ezt a jelentős dátumot, ismernünk is kell. Ebben lesz segítségünkre, hogy megismerjük az ünnepnek a lényegét, illetve az ünnepet megelőző más ünnepeket és az ünnepet követő, szintén úgynevezett levezető ünnepeket lesz segítségünkre, Verebélyi Árpád, címzetes prépost, esperes plébános kegyhelyi gazgató. Köszöntöm atyát műsorunkban. Én is köszöntöm a kedves nézőket, a munkatársakat. És akkor kezdjük az megelőző ünnepekkel. Például áldozó csütörtökkel. Mit kell tudnia az egyszerű embernek, illetve a hívőnek áldozó csütörtökről? Mikor következik be? Mennyivel előbb, mint maga pünkösd ünnepe? Az egyházi évnek a legkiemelkedőbb időszaka az a húsvéti idő amely önmagában is egy előkészületi idővel a nagybőjtel kezdődik, és a húsvét az az ünnep, amely mindenestől láthatja az összes ünnepet. És nem is a karácsony, hanem a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Karácsony nagyon fontos, de mégis a húsvéti misztérium az, amely mindent értelmez és mindent megvilágít az egyház liturgiájában. Ehhez képest, a húsvét ünnepéhez képest ünneplünk minden egyéb ünnepet. Ez nagyon jól mutatja, hogy maga a húsvét egy változó dátumos ünnep. A tavaszi holtöltét követő vasárnapnak az ünnepe. És éppen ezért nem mindig ugyanabban az időben van, hanem ilyen, én úgy szoktam mondani ha a gyerekeknek, hogy ilyen mászkálós ünnep és ezzel együtt az egész húsvéti körnek az ünnepei is egy ilyen mozgó ünnepekké válnak. húsvétól számított 40. napon ünnepeljük Urunk mennybe bemenetelét. Igazából ezt népiesen áldozó csütörtöknek is nevezik, hiszen az 1918-as liturikus reformig a az áldozó csütörtök volt az az utolsó nap, amely a húsvéti szentáldozás időszakát meghatározta. Tehát a nagybőjt kezdete, illetve a, a, különböző plébániákon meghatározott gyónó számítva egészen áldozó csütörtökig volt lehetőség a húsvéti szentjón, illetve szentáldozásnak az elvégzésére. Urunk mennybe menet, urunk mennybe menetelének az ünnepe eh, arról beszél, hogy miután Krisztus az ő föltámad dicsőségével megjelent az apostoloknak, tehát része volt valamilyen szinten ennek a közösségnek, pont azért, hogy nyomatékosítsa a hívekben, az apostolokban, hogy ő nem ennek a világnak a szintelére támad fel, hanem az örökké valóságba víz bennünket. Tehát, hogy Eljött hozzánk gyakorlatilag a születésével, vagy a fogantatásával kezdődő közénk fejlődött, közénk született, közöttünk élt. Itt meghalt értünk, de azért, hogy bennünket vigyen el egy olyan, idő, egy olyan helyre, amit mi örökké valóságnak, örök boldogságnak nevezünk. Tehát a 40-es. szám az valami, valóban az ószövetség 40 éves vándorlására is utal ami egyébként a, a nagybőti időszakkal esik egybe, hiszen az is 40 nap. Tehát a húsvétól számított 40 nap, a vándorlásunk nagy-nagy útja, az, amely bennünket ö, a vándorlásunk végén oda vezet, ahova maga Krisztus fölemelkedett, és ezzel, mint egy meghívást kap a hívő ember oda, ahova Krisztus eljutott a maga föl, föl, mennybe menetelével és ehhez szorosan kapcsolódik, ugye urunk megyve meneteléhez az, hogy ilyenkor kezdődik a pünköst kilences. Tudjuk, hogy a liturgiának nagyon nagy szerepe van egyházi életünkben, és atya ennek igazán nagymestere, mestere. Úgyhogy azt szeretném, hogyha erről is beszélne néhány mondatban, ugyanis az új szövetségben a mennybe menetel leírás az három helyen is szerepel. Tehát a hív, hívek, akik részletesebben szeretnének ezzel a kérdéssel megismerkedni és átélni majd az ünnepet, azok akár utána tudnak olvasni, hogy újra elolvashatják az új szövetségben ezeket a. Márk Lukács és a, a, az apostolok cselekedeteiben Igen. írja, a, a mennybe menetel történetét. A proficiák az ó, ó szövetségben pedig ugyancsak utalnak ez, erre az ünnepre, tehát mindenképpen a kilencet kötődik közvetlenül a szentíráshoz. Hogyan gyakorolják a mai hívek a kilencedet, amikor semmire nem érnek rá sose? Természetesen vannak azok az emberek, akik a rendszeres, mindennapi templomba járók, és azok, akik ö, ö, olyan mélyen vallás, vagy próbálkoznak egy olyan mélyen, ö, Megélni a vallásosságot, hogy a különböző jeles ünnepek előtt megpróbálnak fölkészülni. Ezeknek a csoportjával szoktuk ünnepelni a kilencedeket, illetve a nyolcadokat, amik általában a, a nagyobb ünnepeket követik. Tehát mindenféleképp vannak olyan emberek, akik a mindennapi elfoglaltságuk mellett azért oda tudják tenni azt a napi egy óra hosszát, amivel úgy kicsit fölkészülnek egy-egy ünnepre. Ez azért fontos, talán a kilencedek, meg a maguk nyolcadok is, meg akár az arándoklatok. Tehát minden olyan jeles ünnep az egyházban, amely igazán fontos, arra rá kell, az időt kell szentelni. Tehát ha csak úgy ünneplünk meg egy ünnepet, hogy mondjuk rá egy pünköskor, egy karácsonykor, egy husvétkor, berohanunk egy szentmisére, végighallgatjuk a szentmisét, de már a gondolatunk otthon van, Valószínűleg ebből nem lesz lelki föltöltődés. Az egyházi cselekedetek, meg maga a vallásosság azt szeretné elérni az emberrel, mert alapvetőleg emberközpontú az egész vallásosság, mert az Isten az emberekért jön el, hogy ezt az embert megpróbálja fölemelni a mindennapok nehézségeiből, amivel a mindennapokban találkozik, és az letaglózza őt, a vallásossággal megpróbálja fölemelni a maga életét is, az Isten segítségével visszatérni ahhoz a feladathoz, ami meg, nem megkerülhető, hanem az Isten segítségével megoldandó. Tehát ezért fontosak a fölkészülések, az, hogy egy-egy ünnepre fölkészüljünk. És akkor Pünkösd. Hogyan lehetne Pünkösd ünnepének lényegét megmagyarázni, úgymond, mert azt mondják egyes hívek is, meg hát a köznép is, hogy bizony megfoghatatlan egy ünnep nem lehet, ábrázolni nem lehet, test közelbe hozni, pedig az egyik legfontosabb ünnepünk. A pünkös ünnepe az Ószövetségben nyúlik vissza, mint hogy mindegyik lényeges nagy ünnepünk. Ez a szövetség kötésnek az ünnepe, amikor a Hórep hegyén és a táborhegyén az Úristen szövetséget köt az Izrael népével, és a másik jelentősége pedig a, a betakarítás ünnepe, az aratás időszaka. Kicsit hamarabb van ugyebár Izrael földjén az aratás, mint nálunk. Enne ez az ószövetségi vonatkozása, tehát Isten szövetséget köt az ő népével. Az új szövetségben ezen a nap ünnepeljük az egyház születése napját. De gyakorlatilag akkor, amikor az Isten műve megvalósul, amikor beteljesedik pünkösdben a Szentlélek eljövetelében, akkor az Isten azokhoz az emberekhez lép közelebb, mint egy szövetséget kötve velük, akik az egyházon keresztül keresik a vele való kapcsolatot. Tehát valamilyen szinten pünkösd az egyház születése, az egyháznak a küldetése, elkezdésének az ünnepével egyfajta szövetségkötés köztem és az Isten között, melyben én az egyházon keresztül próbálok egyre közelebb kerülni hozzá. A pünkös ünnepe az gyakorlatilag az a fajta lelkesítés ünnepe, amely mindannyiunknak nagyon-nagyon szükséges. Mindig aláhúzom, hogy a lelketlenség, amikor olyan nehéz lelkűek vagyunk, amikor lelketlenek vagyunk, akkor gyakorlatilag a mindennapi életünk kudarca az, amit akkor megélünk. Akkor pedig, amikor lelkesek vagyunk, akkor valami belső, kimondhatatlan, értelmezhetetlen inspirál bennünket arra, hogy megtegyük a jót, amikor törekszünk valaminek a megtételére, és van erünk arra, hogy küzdjünk akkor is, amikor fizikailag olykor már az erünk talán gyönge. Valahol itt lehet kézen fogni, egészen megtapintani a Szentléleknek a jelenlét, aki lelkesít bennünket a jóra. Akkor is, amikor tudjuk, hogy nem fog ezért senki bennünket eh, hát, hátba veregetni, vagy, vagy vállon veregetni, senki nem fogja megköszönni, amikor önmagáért tudok örülni annak, amit teszek, mert tud hogy az jó. És akkor ez az emberben benne van, akkor valahol itt meg lehet fogni azt az, azt a lelket, amely eltöltötte az apostolokat. És amikor Pünkösről beszélünk, akkor a Szent Háromságot is értjük alatta, és a Szent Háromság kerül a középpontba. Hogyan lehet a mai egyszerű szavakkal elmagyarázni, hogy hogyan nyilvánul meg a Szent Háromság? A Szent Háromság ünnep, ugyebár pünkösd ünnepét követő vasárnap megünnepeljük az atyát, amikor az Ószövetségi Adventi Készületet ünnepeljük. Persze az egész évben az atya a középpontban van. Megünnepeljük Jézus az ő születésével, egészen az élete tanításán keresztül a megváltás titkáig. A föltámadás is mennybe menetel. Megünnepeljük a Szent Lelket pünkös ünnepében. És a Szent Háromság ünnepe, pünkös után, mint ezt az egész misztériumot, ezt a hittételünket, amit mi egy, egy Istenként ünneplük, a három szemét elénk állítja, és éppen ezért a Szent Háromság vasárnapja, mint egy összefoglalója, gyakorlatilag egy utolsó akkordja, vagy egy visszhangja az egész éves ünneplésünknek. A Szent Háromság, a gyerekeknek azt szoktam mondani, amikor a hitannon beszélünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy a faragó család például, vagy a varga család, akiben van három, négy, öt ember, apa, anya, gyerekek, ez három, négy, öt valami, vagy ez egy család. És akkor mindegy azt mondja, igen, ez egy család, mi egybe tartozunk. Nem is képzelhetjük el az életünket másképp, csak együtt, normál esetben. És talán így tudjuk legegyszerűbben lefesteni magát a Szent Háromságot, amely belső élet, egy belső dinamizmus a Szent Háromságon belül. Persze nem a fizikai törvényeknek kell megfelelni akkor, amikor a Szent Háromságot kutatjuk, hanem egy természetfelett, egy transzcendens világról beszélünk. És nem véletlen, hogy egy kicsit a sorrendet megfordítottam, mert hogy talán a legelterjedtebben ismert pünkösthöz kapcsolódó ünnepünk az pünköst hétfő. Mi pünköst hétfő jelentősége? Hogyan tekintünk például a modern ember, hogyan tekint erre az ünnepre? Azt mindenki tudja, hogy ez például más országokban állami ünnep. Igen, hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy a, a liturgikus reformmal pünkös a, a húsvéti idő utolsó napja, és pünköst hétfő már nem tartozik a húsvéti időhöz. Valamikor régen a húsvéti, húsvét hétfő is hozzátartozott bizonyos értelemben, nem a, nem a, a húsvéti időhöz, hanem külön nyolcada volt húsvétnak is, illetve pünkösnek is ugyanúgy, ahogy húsvétnak. Ma már különálló ünnepként ünnepeljük, és húsvét hétfőn Máriára, mert az egyház anyjára tekintünk. Ez kicsit megmagyarázza mindazt, ami különösen Jézus mennybe menetele utántól pünkösdik történik, hiszen ennek az időszaknak központi alakja Mária, aki az apostolokkal együtt kitart az imádságban. És pünköst felé vezeti, az apostolokkal együtt történő imádkozás az egyházat, és ebből a pünköstből lép ki a világba is, lesz ennek a világnak, a, az ebben a lelki értelemben vett megbújtója. És akkor, amikor pünköst elmúlik, akkor nekünk meg kell tanulnunk Máriától ezt a, a hívő közösséget összegyűjtő anyaszerepét. szerepét. Tehát Máriában nekünk, katolikus hívőknek, tehát az a csodálatos és az a különösen fontos, hogy Mária mindig az egység anyja. Tehát ő egybe gyűjt bennünket, és ott ahol, ott, ahol vitatkoznak egymással az emberek, ott valószínűleg Máriának, az egység anyjának, a jelenlétének a hiányát tapasztalják meg, mert Mária mindig az egység felé vezet bennünket. És ezért ünnepeljük mindjárt az egyház születése után, az első napon pünköst hétfőn Máriát, aki az egyház anyja. És ugye atya a kegyhelynek, a Mária kegyhelynek, a doroszlói Mária kegyhelynek az igazgatója. Akár az ünnepet tekintve, akár a liturgikus cselekedeteket tekintve ezen a pünköst hétfőkön hogyan élik meg a hívek ott a Mária kegyhelyen ezt az ünnepet? Valamikor ami mi délvidéki népünknek a központi Szent napja az pünkös szombatja, pünkös napja és pünkös másnapja, pünkös hétfője volt. Tehát a régi emberek még így is emlékeznek arra, hogy valamikor ekkor jártak a, a délvidékiek zarándoklatra, aztán csak később változik meg, hogy szeptember 7 és 8-a lesz a nagy búcsú. Igen, megmaradt ez kicsit az emberek tudatában, a pünkös szombatja, a vasárnap, illetve a hétfő. Tehát elzarándokolnak az emberek Pünköstkor általában, mi külön körmenetünk is van a Szent pünköst hétfőn pedig általában május hónapban van pünköst hétfő, nem mindig, nem minden esetben, de általában. Így hát különös litániával, illetve májusi ájtatossággal Fűszerezzük meg azt, a, azt az ünneplést, amivel pünköst, ünnep, pünköst hétfő ünnepét ünnepeljük. És a levezető ünnepek, idézőjelben levezető ünnepek közé tartozik még, amely pünköstöt leg, leginkább követi az úrnapja. Mennyire igen. tudatos a vajdasági hívek vagy templomba járók körében az úrnapi ünnep? Uh, igen, uh, hát Szentháromság vasárnapját követi. Úrnapja. Én azt hiszem, hogy a, a gyermekkoroknak a szép-szép a ünnepe a, az Úrnapja, hiszen azt hiszem, hogy szinte minden közösségben, különösen a kisebb közösségekben hajdanán nagyon beleéget az emlékezetbe az a, az a kép, amikor a fehér ruhás lányok az oltári szentség előtt rózsaszirmokat szórtak, és, és adott esetben zenekarok muzsikáltak a körmenet alatt, és szóltak a harangok, és vitték a lobogókat, az ászlókat. Ott ahol voltak, mint például gomboson Mária lányok, ott a Mária lányok is fölvonultak, és vitték a, a Mária szobrot. Tehát igazából az úrnapja az azt próbálja elénk ünnepelni, hiszen az egyház mindig, amit megünnepel, azt hiszi, vallja, azt próbálja megünnepelni úrnapja, hogy az Úristen akkor, amikor ő föltámadásával megváltja a világot, mennybe menetelével felemelkedik a mennyei dicsőségbe, elküldi a szent lelket, de egy dolog mindig megmarad, az oltári szentségben velünk marad. Tehát igazából ennek a tudata víz bennünket ki a templomon kívül, is hirdetjük ugyanazt a föltámadás örömét, amit húsvétkor megünneplünk, úgy, hogy tudjuk, hogy abban a kenyérben és borban, jelen van az Úristen szeretete a maga valóságával, a maga teljességével, és ennek ezzel való találkozásunk lesz számunkra az igazán a lélek tápláléka. Reméljük, hogy ezt idén mindenki meg is élheti, aki úgy szeretni. Akár az egyház berkeiben, akár egy-egy zarándoklaton, vagy akár egy kegyhelynek a fölkeresésekor. Így engedje, jó Isten! Köszönöm szépen Verebi Árpád atyának, címzetes prépostnak, Kegyhelyi igazgatónak, Esperes Prébánosnak, hogy a vendégünk volt, és segítette ezeket a szép ünnepeket közelebb hozni mindannyiunkhoz. Nagyon szívesen én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.